Itt látható egy jó BMW tulaj, egy gondos BMW tulaj, nézzétek! Elmondom, hogy mi a rendszám nélkül. BMW-be. Rendszám nélkül. Addig volt jó életem, amíg nem vásároltam meg, de... De amúgy meg jó. 30D. Ilyen világbajnok motor. Ez az E39-ben is jól bevált. 30D. Vagy 25D. M57, ugye ebből is van. Vasblokkos is van még az utolsó. Ez még a vasblokkos. Ez a vasblokkos, ugye meg első széria gondolom. Facelift előtti. Úgyhogy igazi, tartós gépjárművről beszélünk. Enyhe olajszivárgások tapasztalhatóak, de... Ez nem olyan nagy probléma szerintem. Ez megjött a bátya, nyomunk egy dedication. Java. 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 Ismeritek a Javát? Én ismerem. Kb. Ugyanolyan ismert, mint a BMW 30D-je. Hát, ez firkálja. És most firkáljunk egyet? Ide a tankra firkáljatok, légy szíves. Hoztál a filccel? Hoztál a filccel. Kölcsön kérhetek? Persze. Nagyon nice. Bátya, ide légy. Dedikálunk. Dedication. Persze. Egy fél perc, csak felírunk. Várjál, tessem, ezt hadd videózzam. Vajon hánydik a van? 0-8, vagy mi van? 17, azt hiszem. Bátya! Aláírom neked én is. Köszi! Aláírás? Ó, kérhetünk még egyet! Bátya? Akkor várjál, megfogjátok? Így. Szerintem ez még menni fogok. Szépen szá. BMW. Alá, ugye. Csak hagyjátok, hagyj száradjon meg, jó? Oké, köszönjük. Mi köszönjük? Köszönjük mi is. Bátyám, hogy állítanál füstmérgezést kapunk, és el fogunk pusztulni. Ezt meg van dedikálva a koporsó, úgyhogy innen kezdve az állásomat adtam rá. Garantált 100 000 km futás teljesítmény. Most ezzel a két darab aláírással, mert ugye darabonként 100 000 km garancia. Igen, örök kapu garanciát. Ennél több minek kell, emberek? Hát mit akartok már? Ennél többet? Bőven, nem? Nagyon szépen köszönöm. Világbajnok az autó. Köszönöm. Világbajnok, gyönyörű, szép a fényezés. Nagy élmény. Nekünk is, uram. Felni. Komoly gyári. Original tájra. Ugye pontozása, nem tudom, hányadik lettél, tudom, nem hatodik, hetedik? 16. Gyári, felújított. Itt meg jár, itt is egy koporsó dízel, N47-es motorra. Nem, nem, állnak. Hallod? Hallod, hogy jár van az N47? Bátya, menj a klíma! Mi van? Bátya, miért? Egy környezetlenyedé! 400 000! 400 000, az M-es motor van benne, elhiszem? Miért, bátya? Miért az a gyöngy? Elhiszem! Figyel! Bátya! Na, M vagy N? M vagy N? M! M! És az, bazd meg! Az M-es! Ez a Miklós! Miklós! Ugye te hallod a hangján azt a kis röcsögést? Ez a röcsögés, ez a főtengelynek a rógásából ered, meg a szíjhajtáséból. Ez normál kis hétköznapi pótbajáros gépjárműről beszélünk. Öt ajtónk van. Mini családi. Komoly BMW ott átmérve, figyeled? A Mercedes megnyerte a versenyt egyébként. Nézzétek csak! Gyári bőrülés, gyári bőr. Bőrülés, jó állapot. Nem is értem, miért nem adott a gyári kategóriában. Nem veszem volna, szerintem. Egy igazi időtálló darab,
egy garantált 200 000 van benne, azt mondja, felnik, topbetét is jól néz ki, úgyhogy egész jó állapot volt itt a Ráva Patyi BMW-k. Nézzük itt egy küszöbb toldatos 5-ös E60. E60-as, E61-es BMW, mert ugye 61 a kaszni kódja a kombinak. Ugye, és ez egy E61. Ugye, jó üszök motor van, mert biztos vagyok benne. MS motorkód. Ugye, MS a BMW? AMG a Merci? 35D. Úristen, halljátok, ez 35D. Ez is sikkám. Oda néz. A jó MS motor. Itt talán vasblokkos, de nem, ez már alul lesz. Nézzük csak meg. Ez már... Igen, ez már alublokkos. Ugye a 35D ott már alublokkra gyártották, ugye. Tehát nagyjából olyan, mint az MS motorra. A büszke tulajdonképpen. Dupla turbó. Dupla turbó, nagyon komoly. Most alig látok a szemüvegbe. 272 ló. Azért az nem gyenge. 2009-ben? Arrébb lehet állni, nem? Igen, 2009-es? A 8-as? 6-os. 6-ban már volt dupla turbós dízel. Na, le vagyok maradva, látjátok? Minden ott alunk valami. Úgyhogy az a régi jó kis MS motor, annyi, hogy alul. De azon kívül 272 lóra az nem kevés. Newtonban ez ilyen 450, nem? 500? Meg is van Harger. De így ahogy árulag itt kb. Ja, körül lehet. 450-500. Tágulási tartályból nem szivárog a víz, úgyhogy az a motor valószínűleg nem hengerfejes. Vetemedésnek nyomait még nem látjuk. Megsziszented, oda néz. És így sziszeg. Na, ez egy tökéletes motor. Itt kezdődik az, hogy jó a motor, érted? Fú. Ez egy kis 35D, Dezső. A belső is szép egyébként. Mi van benne? Barna bőr. Aha, magyarul barna. Magyarul barna bőr. A méter az 300? 400, na majdnem eltaláltam. És még BMW. Bőrös, illatosítós. Very nice, very nice. Prémium illatok vannak oda benne. Tényleg. Prémium bátyák, prémium gépjármű. Ugye igazi családi kombi. Már ott hátad még gyönyek, már onnan kívülnek, azt ezért leszel. Sötét leszel marad. Igazi, nem úgy. Igazi családi kombi. Hát figyelj, a fejben sötétség van, ez egy tény. Na de ez egy családi kombi, az is tény. Nézzem, mekkora csomag fel? De rajtod az ülés, és befekszel az asztalra. Blankolófogó hátra kell. Talán jobban elférsz benne, mint az Audiban. Blankolófogó hátra kell. Igen, az kell, ugye villanyszerelő a bátyja. E.ON Edásznál dolgozik. 15 éve, abból tudta finanszírozni a BMW 35D-t. Nézd meg, működik? Hát azt nagyon meg. Akkor már nem. It doesn't work. It's not working. Azért volt ilyen könnyű nyitni. Nem már könnyű zárni. Mi nagyon meleg! És ez működik? Nem. Toptól? De az ez nem. Ablak. Ebben nem ablakolnak. De, van. Ebben is van. Aha. Minden Touringban. Azt tudni kell, minden kombi BMW-ben van. Softoldos az ajtó. És az elsők is? Azok nem. Ja, akkor ez sima ilyen beúzós van. Mert ugye elektromos lenne, és akkor az ott húzná be szépen magának. De hát nem húzza. Valószínűleg a kábelköteg el van szakadva. Tehát ezt olyan horror idő, meg energia javítani, hogy el sem vállalom. Ne hívjál. Mafia. BMW mafiája árat, ugye? Ki a mafia főnök? Volt a... Mafia főnök, ott a mafia főnök. Komoly BMW-kkel. 7-es BMW, figyeld? Igazi, ez a luxus. Ez így kell nyitni, mint hogyha beszállnál. Van szoftozunk? Hál' Isten! Igen! 2004-es facelift előtti. De úgy tudtad, hogy be lehet nyugodtan vágni azt is? Lehetséges, igen. Mert pont azt gyakoroltam egy ilyen softclose-oson, hogy becsapod, az azután húz rá, mikor már áll az ajtó. Tehát addig ő nem húz rá. Tehát ha becsapod, akkor becsukódik. Úgyhogy nem azért megy tönkre, hanem azért megy tönkre, mert műanyag. Made from plastic. Old BMW, never die. És mi ez, dízel? Dízel, oda nézzetek! Originál! 690 000 km. Nézd! Nekem ez ugye itt van az állító. Az ülés állító. Aha. Azt hiszem, hogy az ajtón vagy az ülésen? Nem tudom, én kerestem. Mikor összültem ilyenben? Hónapig kerestem, hogy hol van.
800 ezer forint volt a vételára, és tényleg? 3 millió ment rá. Az jó. Ne! 8 kiló. Hát igen, ezeket megvenni nem nehéz, viszont fenntartani annál inkább. Ugye? Tehát, oké, megveszem a 7-es bátya, erre rá kell tenni a gumit, meg a kasznit. Nézd, milyen szép poliférje van. Eredeti, nem volt festve. Kicsit poros most, de látszik, hogy szép. Itt van egy kis... Itt látsz valamit, Kira? Én... Port. Port látok most csak. Port, nem? Port. Itt látok egy kis pikk. Ott látok egy kis pikk. Ott látok egy kis pikk. BMW. Neki? Aha! E39. A E39 meg a Micro-tal már. Egyben. E38. A 38, ja, na 38. Abba is ugyanilyen. Megfordulok, vagy ki, mert onnastanak. De azt mondtam, hogy az anyag felhasználása ennek a BMW-nek, meg az előttinek. Az E83, vagy 68. Vagy 58. 38, bazd meg. Kész van a pali? Nem tudja már, bele, olyan rég csináltam a BMW-ket, hogy nem is emlékszem már rá. Itt működik? Működik, feszes. Fasz a feszes, figyeled? Ez nagyon jó funkció egyébként. Simán be tudsz pakolni, nem kell nyitogatni az egészet. Aztán csak fogod és lenyomod. És még hogyha nincs is a helyén az ablaktörőlapátod, akkor ez úgy működik, hogy szépen utána megy. És beállítja magát újra. Very nice. Ez volt, amit néztünk, így itt a festés. Ez a hölgy. A hölgy jött vele. Igen, a hölgy. Hölgy jött vele. Nem látom meg. Igen, el is kell, figyelj. Nézzük az Audit, hozzá néz ki. Minden össze van. Ergelve a külseje. Most kapott új bőrbelsőt, új felnéket, új pofát. Nice. BMW. Ezek azért jól, mert mindig kell valamit foglalkozni. Igen, kicsit csak amúgy. Ugyanilyen nem volt, ugyanaz a szín. Jó forma. És milyen motor van benne? M52 TUB-25. Ez a kettő felett? Az jó. Két literesben volt. 23 ének csúk volt. Aha. Visszabukított. Igen, de abból a két literes volt a hatenger, az szörnyű volt, az benzinzabáló. Ez ilyen 10-el eljár 11. Mellé mesélj. Itt van. Yes, this is a bad financial decision. Való igaz? Yes. A financial decision. Financial. Sem financial? Ja, már az nem tudok olvasni. Nem tudom olvasni, megstöttem. Sorry, I have a drink beer. Igen, ez egy kicsit, bátya, de nem kell félni. Jó kis gépek amúgy. Mi ez, N-es motorkód? N47. N47 diesel. Persze, hogy N-es furcsia, ez a kúciából. Scotland, mi? Jó, nem. Jó, ott igen, ott bal kormány van a kicsi. Az autó nem, csak az ászlóban nem. Ja, ott te importál. Hát tényleg, hova a Skóciában, hova van? Skóciában jó helyen ülsz. Jó, figyelj, jók ezek az autók. Például van egy ismerősömnek is, és belerakott már vagy 100.000 kilométert, és hibátlan az autó. Pedig N-es motorral van szerelve, és mégis. Én jelenleg 16.000-et raktam bele. Méter mennyi? 296 van benne, abból raktam bele 16. Azért már bizonyított. A bizonyított motor, tehát milyen? Hát, az meg hogy én kívánni vagyok maga után. Hogy ültem eszé? Annyira nem amúgy, viccen kívül nem eszi az olajat. Várja, fóka védélt engem, hogy a engelpejedés ellen védelmes fóka. Oda néz, csont száraz! Ritka a BMW, nem? Olajsapka verte ki ott a sarat, azon kívül csak veszem. Megnézzük! Oh yeah! Szeretem Elvis bárhova. Igen, világban, miért hogy szar a BMW? Mondom én jó! Nem mindegy, hogy hogyan használod. Milyen szervizintervallummal, és milyen hévvel szeretsz vezetni, nem mindegy, ugye? Mert hamar le lehet rúgni, mondjuk egy hidegen hajtással egy autót, például egy motor. Nézzük itt meg a benzines vetélytársunk. Na igen, már ritkán fogtok látni. Ez már az elkopó verzió. Kevés van, egyre kevesebb. Mármint a közszeme elől elkopó. Igen. Vagy hogy gondolod, valakinek a raktárában megjelenő? Hát nem. Igen. Ez felvásárolások vannak. És elkopnak. Pedig aztán ez is egy igazi... Egy igazi gép. Nem úgy gondolom, mostanél ilyen egyszerhasználatos eldobós.
ezek az 1000 köbcentis turbos motorok tönkre megy. De az nem, az még jó. A Fordé mondjuk. Hát mi eldobod az egészet, kuka. Ezt még a halálba elfúrod, érted? Raksz bele, ezért valami japán dugót, érted? Utána nem tudod fúrni, akkor meghüvélyezgeted. Csak akkor van vagy túl nagyot tölt, aztán hogy fölrobban a kar, az oldala, de hát... Okosan kell tudni. Előfordul, azért van pó. Ezekben most be kell vásárolni, tehát ezt idézzétek meg, hogy be kell vásárolni. Ezekből. Mert ez elkopik, elfogy. Ott van a... Hogy is Stitch? Stitch, a kabala. Stitch, a Lilomi Stitchből a Stitch. Stitch bátyja. Itt már jár a koporszó, benzines. Hű. Hű. Hogy nagy induction kitek, meg minden, figyeld? Ez az a gyári állapot, a komoly gép. Jó, a meleget. Igen, azt szeretik, szeretik. Abban a fűtés. Szereti a meleget ontani. Hát gondold, de 100-200 fokok vannak ott a kipufogónál. Na a belsejét nézzük meg, mert azt igen, nem láttuk. Igen, azt nem láttuk. Igen, azt nem láttuk. Kívülről láttuk. Very nice. Mennyi a métervány, megmondom, 350 ezer? Nem. 240. Jó. De akkor mi? Az ülésem, what the fuck? Hát, látja, sokat ütek benne. 204, igen. Mondjuk, ja. Lehet, hogy mikor nem ment, akkor csak ültek szép benne. Milyen jó. Én szerintem az volt, hogy aki megvette benne, ült folyamat. Vágod? Élveztem. Nem bírtak. Van ilyen, figyelj, simán. Nézzek, a többi ülés gyönyörű. Csak ott látszik, hogy... Igen. Benn volt az ember. Folyamat. Mióta van meg? 5 év. Wow. Elég, nem van ez szép. Szép. Na itt látod, hogy mennyi a méter. Tudod, néha csalóka tud lenni az is, hogy milyen az ülés, tudod? Mert a méter, mert sokan azt mondják, hogy sok benne a méter, az közben nem. De ez egy ízléses fiány. 30-as? 52B30. Ó, akkor ez még nem turbós, szívó? Igen. Szívó. Ja igen, mert ennek a turbósának fekete a teteje. Ez meg az ezüst teteje, a szürke teteje. Aha. Szép a já. Régebben is már biciklilánc van. Szívó hangöcsém. Ez elindul, és csak tol. 1000-től 9000-ig. Vagy mennyit forog, ugye? Hány forog 9? 7-et forog ez? Nem is tudom, melyik forog 9-et várja, a japánok, nem? De nem, láttam azért BMW-be is már, hogy forog 9-et. 85-et a V8-et. 85-et a V8-et. Az viszont nem rossz. Nem. Igényes kis szárnyunk van. Nézd a szárnyat. Az. Egészen tudom. És a színe tök jó, nem az a fos zöld, mert a BMW-nek van az a fos zöldje. De ez nem, ez ilyen tök jó metál. Ezek ízléses kis morgó, torgatok igen. Rajta, pont egy kicsit ad neki, pont nem sok. Pont jó. Ízléses, olyan gyárias, de sport, látszik, hogy gyárias, de mégse gyárias. Az illatát érzed, milyen jó? Ha? Nem dög lesz meg mellett. Sleeper, sleeper. Szart ízzel mellett. Komoly, komoly. X5-ök. New chape. New chape. Ablak lehúz. Semi automatic gearbox, figyelj! Ugye ez? Ilyen félig automata vagy full automata? Halló? Igen? Ilyen félig? Yeah, very nice. Igen, itt már bejött a botváltó, digit műszerfal, ugye. Bátyák? Tudod mikor ez? 2017? 19-es. Ja. Igen, mert az 16-ból már jött ez a forma. Twin Power Turbo! Ez is a jó kis N47-es motorunk, ugye? Igen, N47. Oh yeah, ebben is már minden nyalánkság benne van, ami Samsung-nak ingere. Az olajszűrőházban lévő váltóolajhűtő termosztát, meg váltóolajhőcserélő. Van benne három rétegű olajszűrőházrendszer. És na, very nice, very nice. Viszont cserébe kaptok egy csomó lóerőt, mert mennyi a horsepower ezen? 190 kilovatot jön, 270, 60, 70. Lóerő. A bódé nagy hozzá. Hát ja, de cibálja szerintem. Dupla turbó betölt 1000-től már. Ó, racsa van, figyelj, racsa. A végén itt meg kell pörgetni a lamudit. Mennyi a méter? 150? 200? 185.
majdnem eltalálta ezt is. Hát ott, shots per kb. Na mi ez? Nem van nyest. Csak nem van nyest. A finom illatosítól. Nem, ilyet egyébként a múltkor kinyitottam egy autót, elmondom neked. Egyébként szóval ott benne vagy ilyen 10 budirud így. Kéztem. Mondom, mi a faszom? Azt hittem, hogy poén, hogy nem, hogy nyeste. Gyűlöli a szagát ennek a budirud illatosítónak állítólag. Hát mert olyan mérgező szar, hogy jó. Onnan tudom azóta, hogy amíg ilyen van a budirillatosító, azóta nyest van a fényék. Nem, nem nyest sokkolok el, hanem budirudi. Budirudi. Budirudi, oda ez. Budirudi nagy, komoly. 30, nem ilyen 25? 23. 23, mi? Ugyanaz a motor, mint a... Ja igen, ez is, E39. Nézd. Hajd a motorászat. És ezen a tempomat figyelt, hogy ott megoldva? Ja, bevákumos. Nem, Bovden. Bovdenes. De elektromos motort hajt. Vagy az elektromos motor hajtja a Bovdent, és úgy szabályoz. Beszarsz. A Merci nem úgy, hogy Bovden a húztad a kart, és az a gorot úgy állította. Az iskolámhoz is volt tempomat, ahhoz a üszök Bovdenes motorhoz, és az is úgy van, hogy gáz Bovden, és akkor onnan egy ilyen vákumos elektromot, hasonló cucc, ezért a folytó szelepet basztatja. Kérdezik neked egy számot. Kamaftó. Kamaftó. Kamaftó csugla. Csugla, csugla. Nézd, mi van? Én már láttam. Készenne. Pozitív az, ami történt ott? Meghosszabbításra került? Olyasmi. Így vettem különben. Ó, veszély. De hogy van rajta burkolat, úgyhogy jó. Ja. Akkor Kajne, oda nézz. A Jack. Hogy mi ez? Joker. Joker, na. Joker bátya. Még van egy autó. Na, ez kis idő. A piros. Joker Zerbrás, ugye? Aha. Nice, mit szóltok hozzá? Kezdve. Ha csak azt mondod, hogy hú, de jó, kurva jó van. De tényleg, hogy ez nagyon komoly ez az autó. Nézzétek meg, E39 BMW, piros színben, fekete plaketta, gyönyörűen összehozva a színek, az érzések. Oda néz. Romfelni. Romfelni. A bátyja, itt mögöttünk. Szavasz bátyja. Isten áldása. Hogy hívnak? Balázs. Balázs, Balázs. Gyula, Gyula. Kila, Kila. Nagyon szép, sok munka van benne, látszik egyébként a gépjárművön. Ha megnézitek, gyönyörű a fényezés, tehát tényleg hiba. Én azt mondom, hogy ez egy nagyon komoly munka. Ez gyári szín? Nem. Ez nem gyári, ez nem gyári. Nem Volkswagen szín? Hát van benne ilyen Porsche. Tornádorod? Hát most konkrétan a nevét azt meg nem mondom. Ez mi munka ezt ember megcsinálni? Kiszedni ezt föl, ez új gondolom. Igen, ezek a új a kilépő. Hát mi ez? Ez csatlakozott. Ilyen zsírúj. Nagyon kemény. Ez egy ilyen gyári visszaállítás. Az alja is szép? Igen. Az alja is megvan. Az egész autó. Ki van üregezve, minden faszom. Nagyon komoly. Ez egy igazi klasszikus kedvenc autó egyébként. Gyönyörű ez a szín. És nagyon jó meg van csinálva. Ugye, nézzük a hajlatokat. Na, itt nem problém van. Dávid csinálta ezért? Csavar az elmegzárni. Ez Gavinda. Ja, Gavinda. Nézd meg! Jó, meg van fúrva. Szépen, jó. De gyárilag is ezért volt? Piros nem, autó nem, volt? Nem, Titan Silver volt a gyári színe. Az nice. Az nice, bárcsánat. Van benne munka bőven, de megéri. Megéri, mert most érted, megcsinálod egyszer magadnak. Én mindenkinek ezt mondom, hogy vegyetek idősebb autót, költsetek rá, mondjuk venni 10 millióért egy autót. Veszel 2 millió vagy 1 millióért egy szart, ráköltesz 2-3 milliót, és ott vagy, hogy van egy jó autód, ami olcsóbb is. Érted? Tehát ez egy ilyen láncreakció. Tehát most megcsinálod ezt így, és tényleg megcsinálod mindent, ami kell, akkor évekig. Megértéket tartasz. 10 plusz évig mész. Megértéket tartasz. Mi az? És így ismeritek egymást egyébként? Igen, hát Sopronban vagyunk igazából, mint előttem. Soproni BMW-s betyárok. Az egész banda, akik most körbenéztünk, mindenki a BMW csoport. Nagyon jó. És összetartott brigád, úgyhogy kövessétek be őket. Bátya BMW-kot sokkal. Kövessétek be őket. Ennyi. Aztán gyarapodjanak a nagy gengelős csapatok, mert ugye... Az új feltartás. Én csipázom ezt, hogy gengelünk viszont... Igen, tiltják, amit tudom én, de jó lenne, hogyha azért ez megmaradna. Én szerettem azt, hogy kimegyünk este, és akkor van egy kis közösség, tudod, akivel ugye vagy dumágat, nyomtok egy kis azért, és valamit ugye elhagyatott forgalom előre elzárt területen.
amíg lehet találni. Még mindig van, és lesz is, reméljük. Ha meg nem lesz, akkor megnyitjuk. Megyünk ilyen virtuál BMW Drive-ba, tudod. Megcsináljuk a vezetést is. Mindenki otthonról majd nyomja a számítógépen. Ki vagyok szárad, úgyhogy ne videóz. Viszont letesszük. Viszontlátásra. Köszönjük, hogy itt voltatok. Nézzük a szép BMW-t. Igen, ezt a szép BMW-t, ezt megéri nézni. Hát ez meg komoly. Ez jó. Hogy a tikkasztó napra legyen veletek. Meg a BMW shop-on.